Orbán. Ha nem jól szavaznak a gazdák, Brüsszel a migránsoknak adja a vetőmagravalót. Brüsszel a gazdák pénzének egy részét el akarja venni. És oda akarja adni a migránsok támogatására, amit meg kell akadályozni. Mesélte Orbán Viktor csütörtökön a Fejér megyei mezőfalván. A harmadiknak szántóföldi napok és agrárgépsó rendezvényén. A kormányfő arra kérte a gazdákat, hogy az EP választáson támogassák a Fidesz kárp jelöltjeit, akik képesek a bevándorlás megállítására és a magyar érdekek védelmére a brüsszeli csatákban. Arról is magyarázott, hogy ha nem sikerül bevándorlás ellenes vezetőket választani, akkor Brüsszelből központi parancsra fogják szervezni a migrációt. Hogy szerinte Brüsszelben újra és újra készülnek tervek arra, hogy Európát kevert népességű kontinenssé tegyék. Orbán arról ezúttal is mélyen hallgatott, hogy 2016 és 2017 között az egész EU-ban Magyarországon nőtt legnagyobb ütemben. A kiadott a letelepedési vagy tartózkodási engedélyek száma. Nyilvánvalóan a letelepedési kötvénybizniszel összefüggésben, amivel kormányközeli offshore cégek szervezték a kétes és gazdag alakok migrációját.